Mindenkinek tudnia kellene, hogy ha iszunk vagy gyógyszerhatás alatt vagyunk, nem vezethetünk. Mondta a közlekedési baleset szimuláció után Körmöci Adél, a Szabadkai Egészségügyi Középiskola végzős diákja. Számára nagyon tanulságos és megható volt a bemutató. Szerintem valóságos volt, és ez, hogy mindent beleraktak, hogy a tűzoltók is, a mentők, a rendőrök is, hogy még a temetkezési vállalkozás is kijött, ez minden lehetőséget igazából megmutatott, hogy hogy alakulhat egy baleset, és szerintem sokat érez, hogy ezt így megmutassák nekünk. A szimuláció egy történetet mesélt el egy közlekedési balesetről, amelynek szereplői fiatalok, és köztük vannak ittasak is. Látható volt, mit kell tenni ilyenkor, kiket kell felhívni, és hogyan nyújtanak segítséget a mentősök, a tűzoltók és a rendőrök. Ez fontos az, hogy hogy ne üljünk olyan mellé, aki alkoholt fogyasztott, illetve a másik szempont az, hogy van olyan barátunk vagy ismerősünk, aki ittas, akkor ne hagyjuk, hogy egyedül menjen el, vagy hogy ő hajtson, vagy valami. Próbálkozunk előre gondolkodni. Ez persze nem csak a végzősökre vonatkozik, meg a fiatal sofőrökre. Az akció célja az volt, hogy felhívják a diákok, illetve a fiatal járművezetők figyelmét a veszélyekre, és a nem biztonságos viselkedésre, és kockázataira a közlekedésben. Da shvate šta mogu da učine sa jednom greškom koja može da izazove razno razne posledice i da dovede i da oni jednostavno znaju da sa svojim nebezbednim ponašanjem mogu da naštete drugima, da vide kakav bol mogu da izazovu kod roditelja, sami među sobom i kad ostanu bez nekog ko im je drag. A történet szerint a balesetben többen megsérültek, és az egyik fiatal életét vesztette, akinek a szülei is megjelentek a helyszínen. A mentők, tűzoltók, rendőrök járműveikkel és eszközeikkel együtt életszerűvé tették a balesetet, amit végignéztek a szabadkai középiskolák végzős diákjai.